Kézmű remek címet adtuk ennek a tárlatnak, ugyanis a kéz intelligenciája az az egyik vezérfonal, ami végighúzódik ezen a kiállításon, hiszen itt minden kézi munka, és nem gépi gyártósorok terméke. A mű, ami azt jelenti, hogy úgy gondoljuk, hogy ezek kisebb-nagyobb műalkotások, és régen is voltak mesterremekek, és úgy gondoljuk, hogy ezek a munkák, amiket itt állítunk ki, ezek valóban ma is mesterremekként működnek. A műcsarnoknak a tere az olyan, mint egy háromhajós templomtér, ami egy félköríves apszisban végződik, és az oldalán mellékhajók vannak. A főcsapásra helyeztük a fő üzenetet, tehát kiindulunk az első teremből, a Revival mozgalomból, ami megmutatja a néptánc népzene mozgalmat és a nomád nemzedéket. A következő teremben raktuk a híres egykori néprajzi tájaink tovább élő hagyományát, egy erdélyi blokkal és egy magyarországi blokkal. Utána a következő nagy terembe beérünk az otthon intim világába, ahol jól érezhetjük magunkat, ahol családi körben lehetünk, és utána a látogató kilép abba a publikus köztérbe, ahol a főapszis tulajdonképpen nem templomtérnek rendeztük be, hanem egy agórának, amfiteátrumszerűen egy agórát, ahol a nyilvánosság felé mutatott énünk jelenik meg, és tulajdonképpen ezért van itt az öltözködés, a kiegészítők, és ebből a köztérből ágazik el ez a szakrális tér, illetve a köztereknek egy olyan része, ahol településeken milyen formában emlékállítás, temetők, játszóterek, kapuk, műemlékek formájában jelenhet meg az alkotás. A kiállításban egyrészt meg akartuk mutatni a gyökereket, hogy honnan, miért indultunk el, mitől vált ennyire erőssé a magyarországi kézműves mozgalom, ami kéz a kézben járt a tánc és a zene mozgalommal. Amikor készültünk a kiállításra, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy a fiatalságnak mi lehet a véleménye a népművészetről, a népzenéről. És hát én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak az Óbudai Népzene Iskola igazgatója vagyok, hanem a Szent István Zeneművészeti Szakgimnáziumban népzeneelméletet tanítok. Abban az iskolában klasszikus zenei képzettségű növendékek járnak. És az órán föltettem nekik egy kérdést, hogy mi a népművészet? Trendi vagy ciki? És olyan gyönyörűséges, frappáns, rövid, a mai világot gyönyörűen tükröző válaszok érkeztek, és hála Istennek az jött vissza, hogy nem ciki, trendi. Nekünk nem csak zenei anyanyelvünk van, nem csak anyanyelvünk van, de tárgyi anyanyelvünk is van. Minden anyanyelvet el kell sajátítani ahhoz, hogy azon tudjunk beszélni. A tárgyi anyanyelv is olyan, hogy meg kell tanuljuk egy-egy mesterségnek, annak táji variánsának magának a törvényszerűségét. Ehhez sokat kell másolni. Kezünkbe, fejünkbe, szívünkbe benne kell legyen a hagyomány, hogy utána a saját egyéniségünket ki tudjuk bontakoztatni egy-egy tárgyon keresztül. Nagyon szép egyébként az a fajta oda-vissza játszás, az a kapcsolódás, ahogy egy magas kultúra egy köznépi kultúrává válik, azok a motívumok, amiket mondjuk egy tanult festőmester templom
kazettájáról elles a közösség, és az megjelenik a mennyasszonyi kelengye ládákon, vagy adott esetben ugyanazt a mestert kérik föl, és az festi meg ezeket a ládákat, és aztán ugyanezek a gránátalmák, tulipánok, a textilektől a kerámiákon keresztül nagyon erősen hatott a magyar paraszti tárgykultúrára. A hangszerkészítés az egy nagyon érdekes folyamat. Tulajdonképpen határán van az iparművészet és a népművészetnek. Nem véletlen, hogy az itteni tárgyak között leginkább olyanok fordulnak elő, amik a pásztorművészetből gyökereznek, és meghúztunk egy határt, ami tényleg már az iparművészet, ez a vonós hangszerek készítése. Tehát elsősorban azokra a magyar népi hangszerekre koncentráltunk, amelyekről tényleg van információ, hogy paraszt emberek is készítették. De a hangszerkészítés az mindig is a kor zenei elvárásainak és akusztikai valóságának megfelelően szolgált. Egy hangszerkészítő soha nem a falra dolgozik, hanem kézbe adjuk azokat a hangszereket, és tanárként, intézményvezetőként is az volt a legfontosabb célom, és ebben kurátortársaimmal maximálisan egyetértettünk, hogy hozzunk ki létre olyan tereket a műcsarnokban, ahol tényleg ki lehet próbálni valamit, ahol közel kerülhetünk ezekhez a tárgyakhoz, ahol részesei lehetünk annak, hogy mi magunk is bármikor ebbe az alkotó folyamatba bekerülhetünk, műtártól függetlenül.